Fáradtság, kapitány. Néztétek már a mikrós videót? Biztos megnéztétek. Na, ezt már csak utána töltöm fel. Vajátok. Nem tudom, mikor voltam utoljára ilyen lestrapált. Ülök az asztalnál, ez bowling a perkel a fejembe. Helyzet már elmostam. A kupit meg minden. Csak azért is dobozt levittem. Szemét nagy részvétel. Fú, még itt is érzem ezt a leégett szigetelésnek a szagát. Ide behoztam a szobába. Az a gülök az asztalnál, hogy könyökölök. Szemben a szám forró kifolyt. Esik le a fejem. Már csak ez van mosatlan a táskában, de látjátok, én ilyen rendes, meg gondos vagyok, na. Ezt is kimostam. Minden fasza. Nézzétek meg. Csillog, villog. Majdnem, mint az új. Na. Hát. Mondom, ma nekem már kedvem nincs főzni. Kedvem? Hát kedvem még lenne, de erőm egy szársa. Inkább mondtam, hogy az lesz. Fogom. Veszek valami kézkaját. Úgy is ritkán csinálok ilyet, hogy kézkaját veszek. Most az egyszer még ilyen munkarendben dolgozok, akkor szükségtől bont vettem két pogácsát. Diákcsemege, 30%-os action. Kéztészta, kész szószal, gombás szósz. Ha nem elég gombás, még teszek hozzá egy gombakrémlevest. Hát két darab csirke mea rántva, 400 forint. Annyit nekem megér, hogy ne pepecsek. Most amit csináltam, rántott húst, karajt rántottam ki, de én nem izébe, tehát nem bőolajba sütöm, meg a krumplit se, csak úgy szárazna, hogy itt van a krumpli, elfogyott. 349 forintért kapok egy kilót, az eszek belőle ötször ebből. Hát te nem állok neki krumplit szütyögni, ja, és az elősütött, azt írja, hogy van benne növényi olaj, pálmaolaj, tehát még annyit csak, hogy nekem olajat tegyek bele. Egyszerűen felrakom ide a felső rácsra, 175 fokon, 3-5 perc alatt sissa aranysárgát. Ennyi. Ez még jobb, mint amit korábban vettem, mint ami elfogyott, mert ez most jó, nem fog minden nap krumplit enni. Ezt holnap elviszem melóba, ezt a rántott húst, főzök ki hozzá egy örök rizst, elfogyott az uborka, de most már ugye kint készül a kovász, és uborka kovászolódik, úgyhogy most savanyú után édesre vágytam. Ez is akciósó. Azt vége van már a kiköltekezésnek, mert... Ú, annyi pénzt ott hagytam. Na. Eltakartalak benneteket, nem láttok semmit se. Így kell bepakolni. A látvány azért jó legyen. De várjál, elfér ez a krumpli. Éppen csak, hogy egy adag csirke, még egy adag csirke, ott meg két adag disznóhús még. Vásárolni nem kell, csak meg kell főzni, amihez meg nincs ingerencia mostan. Felvágott jó, egy kis sajt, és van rudi, gulyás, krém, bogdartus, joghurt, majonéz, barbecue sauce, worcester sauce, minden van. Csak étvágyam nincs. Azt szerintem fáradtam el, hogy bazd meg nincs étvágyam. Fél egykor megebédeltem.
azóta éhesre vagyok. Oké, ez így zackóztó. Mehet be a zackóba. Ott egy ismerősöm, aki így mondta, hogy zackó. Zackó. Aranyosan mondta zackó. És elneveztük zackónak. Ebből lesz egy gombás szószos pészta. Ez drága, ezek a cuccok, de most mondom. És a tésztára lehet tenni ugye különböző feltéteket, például féktisztítót, láncolajat, vagy WD-40-et. Hát tényleg legközelebb majd ezzel fogom megpróbálni eltávolítani a szutykot, hogyha nagyon rá ég a grillrácsra, vagy valami WD-40-nel. Jaj, ez itten a... Ez egy munkás kabát, ebbe szoktam főzni nyáron. Főleg a bolonyait, amikor nekiállom főzni, megvettem a wokkot, amit azóta is nagy szeretettel használok, de le kell takarni a tetejét, mert ugyanis a francia gondoltam volna, hogy paradicsom szósz az úgy bugyog, bugy, hogy idáig, mert fel itt le kellett festeni újra itt a falat, mert tiszta izé volt, tiszta szutyok volt. És ugye nem csak, hogy felfel a bugyok, hanem mindenféle szerte széje fröcsköm, azt ugye meg neki álltam főzni pucéron, ahogy szokta. Hát nem pucéron, hanem alsóvetyába. Karom, mellkasom, hasam végig tudott fröcskörni a paradicsom szósz. De közben meg ugye olyan meleg van itt a tűzhely mellett, hogy 50 fok. Hát mondom, égési sérüléseket azért nem kell szerezni, úgyhogy munkavégén az első, felvettem a zubbonyomat, munkás zubbonyomat, és akkor ez már többször előfordult, úgyhogy végig kineveztem, hogy az ott lesz a létrára akasztva, és akkor amikor főzök valamit, akkor jaj. Na, ez csak ilyen rövid kis beköszönés, mert rögtön elalszok pillanatra. Nem vágok. Nem renderelek. Nem basztottam a hangot. Mit akar már a telefon? Mit akar már a szolgálja? Na. Kajás csajkát viszont volna fejeken. Na. Sziasztok, legyetek jók. Béke.